Az érmes helyezések szempontjából rendkívül fontos mérkőzésen fogadta a Haladás futsal csapata a Dunai Város együttesét. Ehhez képest gyengén kezdték a derbit Lódi Tamás tanítványai, és az első 20 perc után már szinte behozhatatlan hátrányba kerültek. Az 5-0-ás vendégvezetésről kezdődő második félidő ugyan már kiegyenlítettebb játékot hozott, ám a súlyos vereséget itt sem tudták elkerülni a teljesen hitehagyottnak tűnő szombathelyek, akik végül 8-2 arányban kaptak ki hazai környezetben. Az egy dolog, hogy valaki rosszul passzol, az egy dolog, hogy egy csapat gólt kap. Na de hát ez a ma esti, ez a kritikán alulival volt egyenlő, és ennek azért meg lesznek majd ám a következményei. Picit majd lehiggadok én is, és akkor ezt átbeszéljük, és meg lesznek a következményei. A zöld-fehér együttesből több meghatározó játékos is hiányzott. A sokszoros válogatott Gyurcsányi Zsolt mellett a remek formában lévő hálóőr Tyukász Péter sem állhatott a csapat rendelkezésére. Helyette Matyi Benjamin vette a Haladás kapuját. A fiatal Cerberus nem nyújtott rossz teljesítményt, de a súlyos vereséget ő sem tudta megakadályozni. Nem a legjobb érzés így a kapuban állni, főleg úgy, hogy nekem ez volt a lehetőségem, hogy bizonyíthassak, és bekerüljek a kezdőcsapatba. Nem voltunk ma igazán egybe, mint csapat. A szombathelyi csapat visszacsúszott a tabella negyedik helyére. A zöld-fehérek legközelebb május 23-án lépnek pályára bajnoki mérkőzésen. 18 óra 15 perces kezdettel az Éllovas Rábert együttesét fogadják az Aréna Szaváriában.